Ha úgy vágjuk a szőlőt, ahogy azt tették eleink, úgy élünk, ahogy azt tették eleink, akkor megtartjuk az arany arányunkat. Azt a rendet, ami a miénk. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Hogy ne legyen a magyarnak, hogy ne legyen a magyarnak sem dolmányán, sem jó hírén, semmi volt. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Hogy ne ártson a magyarnak, hogy ne ártson a magyarnak sem a Duna, sem a Tisza, sem az Olt. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Adjon Isten a magyarnak, adjon Isten a magyarnak tét kezével, boldog égből minden jót. És legyen úgy, mint régen volt. Úgy legyen, a magyarok jó Istene segítsen bennünket erőben, egészségben. A jó Isten áldja meg önöket! Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban Utter Józsefet, a Bogyolódi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának elnökét. Jó hosszú titulus, tisztelettel köszöntjük. Köszönöm, jó estét kívánok én és a Szilas TV dolgozóinak és nézőinek. Az előbb láttunk egy kis filmbejátszást, tulajdonképpen mi magunk is nagyon megörültünk, hogy megtaláltuk ezt az archív felvételt. A Szent László napok, hát elsője volt, ez volt az első igazi nyilvános Szent László nap. Illetve hát azon belül is ugye a pince napok, az apátsági, Kastromegyi apátsági pince napok felvétele. És ott Tolcsai Béla azt énekelte épp a végén, talán az volt a zárszó, hogy legyen úgy, mint régen volt. És hát valójában őszintén az elmúlt 8 év alatt különböző irányokat vett a Szent László napok, és főleg a pince napok néha elsodródott, el is felejtődött, nem tudom. Úgy lesz, mint régen volt? Nézze, én azt gondolom, hogy úgy nem lehet, mint régen volt, de hasonlóan én azt gondolom, hogy lehet. Tehát jelmondatnak ez a szórólapon, illetve a programfüzeten is rajta van, hogy vissza a gyökerekhez. Ez szinonimája Tolcsai Béla emlékezetes dalának, és tényleg ők ott a helyszínen is ezt nekünk előadták, és jól esik, hogy önök így visszaemlékeznek erre. Amivel én meg szeretném toldani még ezt, hogy valóban a Szent László hétnek egy jeles eseménye a bornapok, vagy ugye a Klastromhegyi apátsági pincenapok, de valójában a Szent László hét azért egy kicsit korábbról datálódik, és több is, mint pusztán az apátsági pincenapok. És több is, mint egy hét, ugye, mert most talán már 7-8 nap. Hát 8 nap, 8 nap. Igen, 8 hogy nap. Hogy is kezdődik? Kezdhetjük az ez azért. Június 20-án kezdődik, ez egy sportnappal kezdődik, ez hagyományosan így szokott kezdődni egyébként a korábbi években is, és most júni 28-án lesz a zárónap. Ezen belül lesznek egyházi jellegű programok, sportjellegű programok, kulturális programok, egészségügyi programok, tehát elég sokrétű ez az egy hét Magyaródnak. Én azt gondolom, hogy a magyaródi lakosok ezt a programfüzetet meg fogják ismerni, akár úgy, hogy bedobják postaládájukba, akár hogy az újságon keresztül. Egy kicsit a szélesebb régiónak azért emeljünk ki néhány sarokpontot ebből a 8 napból, hiszen én azt hiszem, hogy önök erre a fesztivál jellegű eseményre már nem csak a saját falu lakosságát várják, hiszen ez egy turisztikai vonzerőt növelő programsorozat. Így van, és ha ebből ki kell emelnem külön olyan programokat, ami szerintem a térségnek, a lakosságának a fantáziáját is megmozgatja, akkor három dolgot emelnék ki mindenképpen. Az egyik egy olyan sportnappal kezdődik,
ami Magyarország történelmének, de a környéknek is egy szerintem olyan ünnepe lehet, ahol egy 90 éves egyesület ünnepel. És hát jelesül azt tudom mondani még itt a sportnappal kapcsolatban, hogy Magyarországnak az első sportjellegű megmozdulása 1925-ben volt, a Fótiakkal volt az első futballmeccse Magyarországnak, és nagy szeretettel várjuk ugye nem csak a Fótiakat, hanem a környékbelieket is erre a programra. A másik, ami szintén egy picit jobban érdekelheti a környék lakosságát, az a következő nap, tehát június 21-én egy folklór nap lesz Magyarországon, ahol hát most nem jelesül Fótról, hanem például Kerepesről is várunk vendégeket, illetve Inárcsról, a környékből olyan csoportokat fogadunk nagyon nagy szeretettel, ahol egyébként mondjuk már a magyaródiak is felléptek, a Jakab Mihály népdalkör, és ez is én azt gondolom, hogy több mint egy helyi program, és érdekelheti a környék lakosságát. Hol lesz ez helyileg? A folklórnap ez a kultúrház melletti térségben, a Béketéren lesz, ahol hát így nyári időben különösen jó hangulat szokott lenni, árnyas fák alatt lesz a színpad és a közönség is, Magyarország szívében lesz. Hát akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza, mert azt hiszem illenék megmondanunk azt is, hogy valóban a sportnap, ugye fönt a sportpályáknál, aki ismerős az oda talál, aki nem, az a Utterék háza mellett induljon fölfelé. Igen, köszönöm szépen. A sportnap fönt az Auber János Sportcentrumban lesz. Ez, hát ha nem ennyire személyes, akkor kövessék a rádiótelefontornyokat, mert azoknak a tövébe van az Auber János Sportcentrum. Nem fogják eltéveszteni, biztosan megtalálják. És a vita mellett, hogy lesz egy kis foci, azért lesz ünnepség is, lesz egy kis bográcsgulyás is, vagy rosszul sejtem? Igen, ilyesmi lesz. Tehát megvendégeljük azokat az egykori és mai sportolókat, akik valaha is a magyarországközségi sportkörben sportoltak, és öregbítették Magyarország hírnevét. Megvendégeljük terveink szerint egy-egy fotót is készítünk róluk a magyarországközségi sportkör zászlaja alatt, és hát este 7-8 óra környékén pedig egy pezsgős kocintással ünnepeljük meg a 90 éves egyesületet. Jussunk el már is a bornapokig, mert az a harmadik nagy sarokpont, aztán majd a kicsikről is beszélünk, idézőjelben kicsikről, bocsánat. Tehát szombat lesz, ugye? Ez a igen. Utolsó előtti nap, szombat este. Igen, de bocsánat, ez már reggeltől. Ugye június 27-e, pont László napján lesz ez a Klastromhegyi Apátsági Pincenapok, ami része a Szent László hétnek, de gyakorlatilag ez szinte már egy önálló rendezvény. Ez együtt lesz egy bográcsos főzőversennyel ott a magyaródi Somlói úti pince soron. Amit itt ki kell emelnem, az az, hogy én úgy gondolom, Magyarország életéhez szervesen hozzátartoznak azok a szőlőterületek és az a fajta borkultúra, ami Magyarországnak egy gazdasági életét is meghatározza, és ennek a megjelenítésében segít az önkormányzat azzal, hogy ide a pincesorra rendezvényt hoz, és próbálja a helyi gazdákat segíteni abban, hogy népszerűsítsék a boraikat, kóstolják meg a boraikat, a falu lakosságának pedig mindenképp alkalom arra, hogy tudjanak egyet beszélgetni egymással, kicsit közelebb kerüljenek egymáshoz a magyaródi emberek. Ez annak idején 8 éve a bortermelők saját kezdeményezése volt. Ugye ők kérték először, hogy álljon mellé az önkormányzat, és ugye nem mindegy, hogy milyen mértékben áll mellé az önkormányzat. Ezt az arányt kell nagyon jól eltalálni. Mellé is álljunk, de rá se telepedjünk. És azt hiszem, hogy talán most sikerül a gyökerekhez visszamenni, amikor is. Hát ugye mindig problémát jelentett már a kezdetén, hogy nem minden borásznak van meg az az engedélye, hogy kinyissa a pincét és bort árusítson, és nem tudom. Tehát ugye ennek vannak bizonyos szabályai. Volt egy közmeghallgatás nem is olyan rég, ahol a polgármester úr elmondta, hogy igen, lesz néhány pince, amelyiknek minden tekintetben megfelel azoknak a szabályoknak, amiknek alapján akár kereskedelmi forgalmat is bonyolíthat, a többi helyük pedig baráti társaságok gyűlnek össze.
tehát végül is nem csorbul semmilyen érdek. Tehát, hogyha turista jön, és lehet venni ilyen jegyet, megint kóstolójegyet, és elképp... Igen. Ja? Igen. Ugye a kezdeteknél ez a hegyközségi pince tulajdonosoknak, szőlőtulajdonosok, borral rendelkezőknek a kezdeményezésére indult. Ugye azóta eltelt 8 év, változtak a jogszabályok, változtak az idők, és én úgy gondolom, hogy meg kell, hogy találjuk, és talán sikerült is megtalálni azt a arany középutat, amivel azok is jól járnak, akiknek megvan az engedélyük, és azok is nyitni tudnak, akiknek nincs olyasfajta engedélyük, amiket a felsőbb szakhatóságok elképzelhető, hogy kérnek. Nem biztos, hogy kérnek, de lényeg, hogy az önkormányzat mögé állt ennek a kezdeményezésnek, a pince tulajdonosok igent mondtak rá, tehát mi megkerestük őket, hogy kinyitnak-e, hogyan tudnak részt venni, hogyan tudnak bekapcsolódni ebben. És hát ezeknek vannak különböző formái. Olyan is van, ahol nyílt kereskedés lesz, olyan is lesz, ahol baráti társaságok lesznek és kocintanak egyet. De ez szerintem így természetes, és magyarodnak ez például egy előrelépés lesz, hogy újra lesznek, vagy újra lesz egy ilyen nap, egy pince nap magyarodon. Igen, kezdetén ugye Babic Balázs, aki sajnos nincs már köztünk, volt a hegyközség elnök, és egyben a kezdeményezője, motorja ennek a rendezvénynek. Azóta új hegyközség elnök van, immár egy hölgy, ugye Julika. Igen. Kovács L. Gézáné, jól mondom. Igen, így van. Ugye ez is egy változás, de azt gondolom, hogy az is egy minőségi előrelépés, hogy egy családon belül, ha elment a családfő, akkor a család azért tap rá. És most úgy tudom, hogy a Babic család újra nyitja a pincét. Igen, hát sajnos módon ugye a Balázs tavaly augusztusban elment közülünk, de olyan örökséget hagyott, és olyan gazdaságot, emlékeket, olyan kultúrát hagyott a családra, hogy a család mindenképpen ezt folytatni szerette volna, és folytatják is nagy örömömre, örömünkre. A magáról, a hegyközségről pedig annyit, hogy a hegyközség pontosan a Balázs emlékére egy borversenyt hirdetett a helyi gazdák részére, aminek az eredményhirdetése itt lesz a pince soron, talán épp a nagy koncert előtt. Hát akkor mondjunk valamit a nagy koncertről is, mert valami húzó név kell, mint ahogy erről beszélgettünk, és lesz húzó név. Tehát amellett, hogy egész nap folklór műsorok, pince látogatások, gulyás, borverseny, este az ő műsor van. Igen. Az esti fő fellépőnk a Republik zenekar, akik én úgy gondolom, hogy szinte párhuzamba állíthatóak, ők is elvesztettek valakit, de talpra álltak, és szinte a történet majdhogy nem ugyanaz. Egy olyan emléket őriznek, és ezt meg is fogják jeleníteni a koncerten, akit szerintem nem tudnak ők sem pótolni, de az emléke, ugye a cipőnek az emléke és az egész szellemi terméke örökre megmarad a zenekarban is, és azt gondolom nem csak a magyaródi, hanem az egész magyar lakosságban. Igen, utána pedig aztán utcabál a saját hangja a zenekarra, ami akár az éjszakába is nyúlhat. Igen, hát itt szeretném megköszönni a hangja zenekarnak, hogy ugye számított erre a felkérésre, és szinte támogatóként fogják ezt az utcabált prezentálni. Nélkülök szerintem nincs apátsági pincenapok. Három kiemelt sarokpontról, ahogy tetszik, már beszéltünk, de hát akkor talán egy pár szót hadd halljunk arról is, hogy közbenső napokon milyen programokat élvezhet magyarul lakossága. Igen, hát ugye az egész egyhetes programsorozat úgy épül föl, ahogy az előzőekben, előző időkben, tehát lesz egy egészségnap, lesz egy kóp nap, egy kópparti, a gyerekeknek a faluháznál lesz egy kézműves nap, amit nagyon szeretnek, és nagyon sokan részt vesznek rajta a gyerekek.
ki tudnak menni a magyaródi gyerekek ilyenkor ingyenesen az akvarénába egy csobbanás erejéig. Ezen felül pedig minden lakos szeretettel várunk nem csak a kiemelt programokra, hanem ezekre a programokra is, amik a hét köztes napjain kerülnek megvalósításra. És van még egy nagyon fontos momentum, ami nélkül nincs apátsági pincenapok, ez pedig maga a teljes hét névadó gazdája, ha úgy tetszik, Szent László királyunk, hiszen az ő neve napján lesz az apátsági pincenap is. És az egész hét ugye e köré épül, aminek nyilvánvaló vannak egyházi vonatkozása is, hiszen nem véletlenül Szent László királyról beszélünk. Igen, így van, tehát Magyaród alapítójáról beszélünk, és nagyon nagy tisztelettel emlékezünk Szent Lászlóra. Ennek kapcsán két olyan egyházi vonatkozású esemény lesz a héten, ami kötődik Szent Lászlóhoz. A keddi hangverseny a templomban, a római katolikus templomban, illetve vasárnap az a záró mise, amit a Klastrom dombon, tehát Szent László alapította Klastrom épületének a helyén celebrál majd Tóth József Miklós atya, Magyaród plébánosa. Ez is szinte hagyományos, ez a zárómise, és a Szentmisén nem csak magyaródiak, hanem a környékbeliek is igen sokan részt szoktak venni. És amit lehet, hogy kevesen tudnak, mert a magyaródi egyház ezt nagyon kis disztingváltan kezelte. Elég kevés település mondhatja magáról, hogy Szent László erekjét őriz. És bár Szent László király nem az elsőként általa alapított fogadalmi templomba temetkezett, azaz Magyaródra, csonterekjé akkor is itt van a templomban. Amit azért azt gondolom, hogy érdemes tudni azoknak is, akik vallási célból zarándokolnak ide. Igen, ezt köszönöm, hogy említette, ez nekem hiányosságom volt, hogy ez nekem eszembe jutott volna az interjú kapcsán. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, aki Szent László hagyományainak és Szent László erekjeinek ekkora figyelmet szentel, és mindenkit várunk szeretettel ilyen szempontból is. Hát legyen úgy, mint régen volt, vagy hasonlóképp. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is.